Poliákról van szó, tehát a poliak művészetnek a sokoldalúságát. Ugye egy képzőművészetről szól a ma este, de nem idegen a tanulmánytól a zene és az irodalom sem. Az irodalom nem szerepel a meghívókat, ez is meglepetés lesz, de ezt is figyelmünkbe ajánlom. Nos, bemutatom az első fellépőnket, Léger Annát, Közös Marti Melegében a tanulója. Egy kis gyöngyszem, azért mondom, nem csak a külső megjelenésére utalok itt, hanem az egyéniségére is tavaly tanítottam is. Csellót fog adni elő egy darabot, kísérni fogja Bíró Zsófia, és Marcellónak a szonátáiban az első és a negyedik tétel fogják előadni. Innen Annáskának és a kísérnek egy másik szerepe is van, mert Budatétében át kell menni, és ott is fog ma még szerepelni. Léger Anna, Bíró Zsuzsa, Marcello szonátájából hallgatjuk. Magam előtt képzelni, hogy ez a cselló meglehetősen nagy hangszer.
óvodás korában milyen picike volt hozzánk, talán nem is látszott ki a hangszerből. Én úgy gondolom, hogy a mostani eseménynél jelentősebb rendezvényeken is föl fog ez a kislányét majd lépni még ezek után. A kiállítás megnyitására, ahogy a megnyitóban, vagy a meghívóban említettem, Major Ivánszky Julikát kértem fel, aki nagy szeretettel és örömmel elvállalt ezt a feladatot. Tavaly emlékeznek rá, Kubasek Jánosokat kértem meg a földrajzmondó igazgatóját. Most pedig újra nem kértem meg, bár meghívót küldtem Angyal Mária művészettörténésznek. Ivánszky Julikát kértem meg, hisz minket lehet azt mondani, amióta én tanár vagyok, és én, amióta ő tanár, azóta régi ismeretség, barátság, és meg kollégát is összefügg, összeköt bennünket, hisz mind a ketten tanítottunk a Vörösmartényiági Gimnáziumban. Most őt kértem meg, és nagy szeretettel és örömmel vállalta, és akkor megkértem, hogy gondolatait az kiállításról hozta meg bennünket. Hangom az a tantermre van kalibrálva, úgyhogy elnézést kérlek, hogyha valaki nem hallja jól akkor. Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Valóban nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Annál is inkább öröm számomra, mert ez a kis kiállító terem nagyon kedves a szívemnek. Magának a Művelődési Háznak a munkája is, hogy otthont ad a városi képzőművészetnek. Az ókori mitológia szerint Zeus Mimuszenével, az emlékezés istennőjével töltött 9 éjszakát, és mindegyik reggelre megszületett egy múzsa, ilyen gyors papárszülés, és a legkisebb, legfiatalabb múzsa a fotó. Nagyon sokáig nem sikerült elismerni, és amikor művészetként elismerték a fotózást, akkor viszont úgy érezték, hogy a grafika, a festészet egyáltalán hagyományos technikák háttérben fognak szorulni, mert a fotó mindent le fog söpörni. Nem múlt el, tulajdonképpen az mondja a régi mondás, latin mondás, hogy az élet rövid, a művészet örök. És akik most itt vannak, a művészetükből valami olyan kedveset és szépet hoztak el, hogy mindannyian gazdagabbak lehetünk. Ez egy hatalmas várossá nőtt élt, és nagyon sokféle ember az ország sokféle részéből került ide, és valójában nagyon sokan keresik a helyüket, és hadd szeretném, illetve szeretném ezt előre bocsátani, hogy akinek van polgári foglalkozása, kenyérkereső foglalkozása, nem művészi tevékenységből él, attól még a teljesítménye ugyanúgy művészi lehet. A másik, hogy nagyon szívesen biztatnék mindenkit, aki még nem tette, hogy valamilyen alkotó területen próbálja ki saját magát. Majd rá fog jönni, hogy mi minden tud. Az első lépés az, hogy befogadom, amit nekem most idehoztam. Mert ami közös a kiállított képekben, az, hogy szívesen készítették, lélekből készítették, és mindannyiunknak hozták. És így fogom majd kérni, hogy nézzék meg. A képeket gyönyörködjenek benne, álljanak meg előtte, fogadják be. És szeretném megköszönni a zsűri tagjainak, István és Emil volt ugye ketten, ezt a válogatást, mert nem könnyű. És miután annyira más életkorú foglalkozású temperamentumú emberek hozták el az alkotásaikat, ez tulajdonképpen egy rendezői és karmesteri munka, hiszen a színek is megszólalnak bizonyos fokig, természetesen átmint értelemben. A másik pedig, hogy a képek technikája, témája, mérete az rendkívül különböző, és mégis valahogy összhangba kellett hozni. Tehát ahogyan egy nagy zenekar van, helyet kaphat a kis pipoló, helyet kaphat a harsogott trombita, vagy a finom hegedű. Ehhez hasonlóan így kaptak helyet a kiállított képek is. És ezért öröm számomra, hogy ezek a kiállítások évről évre megismétlődnek. És nem szoktam puskázni egyébként, de most azért teszem, mert nem minden alkotót ismerek. És megpróbálom úgy bemutatni a képeket, hogy elindulunk az ajtótól. Rendkívül fontos a rendezés, hogy amikor belépünk,
akkor a képen kifogassam ott be, hogy hopp, ide most bemegyek, meg is nézem, de már akkor a szemet viszi a következő kép, és akkor végre körbe tudom járni a termet egyszer, és tegyék ezt majd, utána nézzék meg mindegyiket messziről. Másként szól, másként hat közelről is, és messziről is.